Munkához látott Nagyvárad magyar alpolgármestere másfél éve van bizonyítani a következő választásokig. Román-magyar párbeszéd Sepsiszentgyörgyön fórum sorozaton beszélnek a kényes kérdésekről. Káosz a vallás oktatás körül, várhatóan sok diák nem fogja kérni, hogy részt vegyen a hittanórákon. Köszöntöm Önöket a híradóban! A Moldvai Köztársaság európai integrációs törekvéseinek meggyorsítását sürgette Klaus Johannis Románia elnöke, aki kedden hivatalos látogatásra Chisinauba utazott. Johannis Nikolae Timofti elnökkel, Kirill Gáborics miniszterelnökkel, pártok vezetőivel találkozott. Románia mindent megtesz, hogy támogassa a Moldvai Köztársaság közeledését az Európai Unióhoz, mondta a prútontúli fővárosban a román államfő, aki eredetileg azt tervezte, hogy első hivatalos útja Chisinauba vezet, de a moldvai belpolitikai bizonytalanság miatt mostanáig halasztotta a látogatását. Chisinauban ugyanis mindössze néhány napja neveztek ki új miniszterelnököt a liberális demokrata Kirill Gáborics személyében. Csak is az európai integráció garantálja a virágzó jövőt a Moldovai Köztársaság állampolgárai számára. Ezt Románia és a többi közép-kelet-európai ország példája bizonyítja, amelyek már az Európai Unió tagjai. A Moldovai Köztársaságot ehhez a célhoz a gazdaság, a pénzügy, az igazságszolgáltatás és a korrupció ellenes harc területén folytatott következetes reformok közelíthetik. A moldovai politikusokkal folytatott megbeszélések során természetesen terítékre került az ukrajnai helyzet és az a veszély, amelyet ez a régió számára jelent. A felek megegyeztek, hogy mindent meg kell tenni a konfliktus tárgyalásos megoldása érdekében. Mától törvény írja elő, hogy Avram Iancu, aki az 1848-as forradalom idején a császári csapatok mellett a magyar szabadsághősök ellen lépett fel, a román nemzet hőse. Az erről szóló jogszabályt a szenátus után ma a képviselőház is megszavazta. A Nemzeti Liberális Párt akkori vezetői Crin Antonescu és Teodor Atanasiu javaslatára a szenátus már 2014 áprilisában elfogadta a törvénytervezetet, amelynek egyetlen cikkelye kimondja, Avram Iancunak a román nemzethőse címet adományozzák. A törvény képviselőházi vitájában Márton Árpád, az RMDSZ képviselője a plénum előtt elmondta, hogy a szakbizottságban több kifogás merült fel a román képviselők részéről is, ugyanakkor magyar szemszögből Avram Iancunak más a történelmi megítélése. Ezt a dolgot tisztáztam, hogy ez egy vitatott törvény volt a bizottságban, sokaknak volt kifogásuk, nekünk is voltak kifogásaink, amiket kifejtettem a bizottságban. Ezek a fenntartások továbbra is megmaradtak, ebből kifolyólag mi tartózkodni fogunk. A törvénytervezet szövegét a képviselőház ennek ellenére kényelmes többséggel megszavazta, és alig ha van akadálya annak, hogy az elnök kihirdesse Avram Iancu törvényes hőssé nyilvánítását. 2,5 év után Nagyváradnak ismét van magyar alpolgármestere a 47 éves műszaki végzettségű Huszár István személyében, aki a Városi Tanács RMDSZ frakcióját vezette. Első munkanapjára kísértük el. Huszár István alpolgármesteri választásának pillanatai. A szociálliberális unió felbomlott Romániában. Nagyvárad önkormányzatában ismét a mérlegnyelve lett az RMDSZ. A szociális ügyek, a Városháza ingatlankezelő vállalata és a gazdasági igazgatóság tartozik az 1968-as születésű Körösparti fiatalember hatáskörébe. Az elveinket nem adjuk fel attól, hogy most a koalíció része lettünk, és úgymond a helyi vezetésben részt vállaltunk, nem mondtunk le erről az igényünkről. Az előjáró régi új irodája és titkársága is alakulóban van, a Városháza első emeletén. Fontos, hogy a magyar ember tudja, hogy ide betérhet, magyarul megszólalhat, beszélnek vele, s ha bármilyen problémája van, amiben segíteni tudunk, akkor természetesen segítünk. Ez pedig már az első lakossági kihallgatás. Az alpolgármester ilyenkor a panaszokat gyűjti össze, és próbálja őket megoldani. Én víz nélkül nem tudok élni, mert víz nélkül senki nem él. Én másoknál megyek egy flakon vízért. Nem, nincsen vizem. Huszár Istvánnak másfél éve van arra, hogy a következő helyhatósági választásig mozgásba lendítse a magyarság szekerét Nagyváradon.
Versenyvizsgát hirdetett az Oktatási Minisztérium 42 főtanfelügyelői állás betöltésére. A rendelet véget vet egy 7 éve tartó gyakorlatnak, miszerint a vezetői tisztségeket kinevezéssel foglalták el. Az elkövetkező hónapokban az iskola igazgatói és aligazgatói állásokat is meghirdetik. Az iskolaigazgatói állások elfoglalására 2008 óta nem írtak ki versenyvizsgát, a tanfelügyelőségek egy-egy tanévre nevezték ki az intézményvezetőket. Ugyanez volt a helyzet a tanfelügyelőségeken is országszerte. Az Oktatási Minisztérium már 2011-ben kidolgozta a versenyvizsgák módszertanát, de a törvény nem lépett életbe, mivel egymást váltották a miniszterek. 4 év után úgy érzem, hogy ideje egy kicsit rendet tenni ezen a vonalon is, és megcsinálni annak a lehetőségét, hogy versenyvizsgával és 4 éves mandátummal tudjon egy személy vezetni, vagy egy megyei tanfelügyelőséget főtanfelügyelő vagy főtanfelügyelő helyettesi tisztségbe, vagy iskolaigazgatói tisztségbe. A Maros megyei főtanfelügyelői állásra 4-en jelentkeztek. A tisztséget jelenleg betöltő Stefán Szomesán is pályázik a funkcióra. Várjuk a legközelebbi napokban, hogy lebonolódjon a vizsga, utána meg lesz hirdetve a tanfelügyelő helyetteseknek, tanfelügyelőknek, és miután a tanfelügyelőség csapata kialakul, utána helyileg fogjuk megszervezni a versenyvizsgát az igazgatóknak, aligazgatóknak. A módszertanban pontosan le van írva, hogy milyen képesítésekkel és készségekkel kell rendelkezzen az, aki a vezetői tisztségekre pályázik. A törvény értelmében azokban az intézményekben, ahol magyar tagozat is működik, biztosítani kell a képviseletet a vezetőségben. 235 orvost és asszisztenst fognak továbbképezni gyermekszívsebészet és az ehhez tartozó beavatkozások terén. A márciusban induló kurzusokat egy 4,7 millió eurós pályázaton keresztül biztosítják. A több mint 21 millió lejes visszanemtérítendő támogatással közös továbbképzéseket tarthatnak a kolozsvári és a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemek, valamint a marosvásárhelyi szív, érrendszeri és transzplantációs intézet. A cél 75 orvos és 160 asszisztens továbbképzése a gyermekkardiológia, valamint az ehhez kapcsolódó szakterületeken, mint például az altató és intenzív terápia osztály, a beavatkozási szívsebészet, valamint a műtétek utáni gyógyulással kapcsolatos ápolásban. A program keretében 30 hazai és 10 külföldi szakorvos fog tanítani, a pályázati pénzből minden szükséges felszerelést megvásárolnak. 10 hónapon át fog folyni a tevékenység a projekt keretében. Az első egy hónapban körülbelül fogjuk szelektálni, kiválasztani a tanulókat, utána lesz körülbelül 8 hónap oktatás, és utána lesz egy hónap, amely alatt fel lesz mérve az oktatásnak az eredménye és a hatékonysága. Évente Romániában 1000 szívbeteg gyermek születik, ezek alig egy töredékét tudják a jelenlegi munkaerővel és klinikai lehetőségekkel orvosolni. A továbbképzés után a Marosvásárhelyi Szív, Érrendszeri és Transzplantációs Intézet bővítését is tervezik, ahol jelenleg 10 beteg ágyal rendelkeznek. Azért, hogy több ágyunk legyen, miután már képzett személyzetünk lesz, természetesen bővíteni kell az infrastruktúrát is, kell egy új épület, egy új intézet. Ha ezt létrehoznánk, a most képzett munkaerő is az országban maradna, és évente 500-600 páciens is kezelhetnénk. Egy külföldön végrehajtott műtét költségeiből Romániában 5, de akár 10 beavatkozást is el lehetne végezni. A projektet március 9-én indítják. A speciális továbbképzés az év végéig fog tartani. Második alkalommal szerveztek Sepsiszentgyörgyön Vox Populi címen fórumot, amelyen a magyar-román kérdéskört boncolgatják. Ez alkalommal a másság megjelenítése a médiában témát járják körül a meghívottak. Az előadások előtt dr. Kozma Csaba egyetemi tanár azt a kutatását mutatta be, amelyben az ellenségkép és a mit tudat alakulását mérte fel 1989 és 2004 között két magyar újság nyelvhasználatában. Ambrus Attila, a Brassai Lapok főszerkesztője előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszerváltás után a média befolyásolta a kisebbség-többség viszonyát, és egyre inkább fekete-fehérben láthatnak a magyar-román kérdésekben is. A párbeszédnek az elején vagyunk. Tulajdonképpen annak kell örülni, hogy egyáltalán ez a dialógus elkezdődött. Meg kell találjuk azokat a
csatornákat, amelyeken valóban kommunikálni tudunk, és nem csupán elmondjuk a magunk véleményét, hanem eljutunk oda, hogy valóban is érdemében tudunk ezekről a kérdésekről vitatkozni. Marius Kosmeanu úgy vélte, a román sajtó mindig a többség pártjánál, és ez nem csak a nemzeti kisebbségekre, hanem minden típusú kisebbségre érvényes. Szerinte a román állam az integrálás helyett az asszimilációt választotta, és közel 100 év alatt sem mérte fel a nemzeti kisebbségek kulturális értékeit, amely az egész országot gazdagíthatná. Azt Jávának adtam a példáját. Azóta egy német kapus, ott egy kitűnő szerb, magyar focista, magyar edző, roma, makedónok, még mi volt, nem tudom már, magyarok. Tehát, hogy, és oda jutott, tavaly jutott az a csapat pedig. Tehát ez egy egyértelmű, hogy a diverzitás mire jó. A marosvásárhelyi származású publicista úgy zárta előadását, hogy a romániai társadalom okosabb, mint a sajtó, és kellően nyitott arra, hogy változtasson. Március 6-áig kell összegezzék az iskolák, hogy hány diák szeretne hittanórára járni. Az új szabályozás sok kérdést vet fel. Nem egyértelmű például, hogy mikortól és meddig érvényes a szülők által aláírt kérvény. De akiknek nem, azoknak vissza vagyunk ki a szituációkra fölödisziplinár religie. A tanügyi törvény vallásoktatásra vonatkozó cikkeit próbálja értelmezni a Marosvásárhelyi Unirján Nemzeti Kollégium aligazgatója. Eszerint a vallásóra továbbra is a kerettanterv része, a szülőknek azonban kérvényezniük kell. Amennyiben ezt nem teszik meg, a diákok már márciustól nem kell vallásórára járjanak. A 12-es gyerekek valójában nem fogják választani, mert azt mondják, hogy nekik van, amiből tanulni, nem kell pluszba itt ülni, vagy ha ülnek, akkor valami más tantárgyat választanak. 5-8 osztályban szerintem még a szülő dönti el határozottabban, és a jelenlegi felmérés szerint nagyon sok szülő nem áll ki a vallásórák mellett. A tanárok számára nem egyértelmű, hogy már a második fél évtől vagy csak szeptembertől számít opcionálisnak a vallásóra, ahogy az sem, hogy meddig érvényes az aláírt kérvény. Az, hogy mennyi időre érvényes ez a kérés, ez még eléggé kérdéses, hiszen vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy ciklusra választotta a diák, viszont van olyan irányzat is, amely azt mondja, hogy csak évre van. A hitoktatók abban bíznak, hogy ha az elmúlt években sikerült motiválni a gyerekeket, akkor továbbra is választani fogják a hittanórát. Ez a helyzet egy kicsit a vallástanárok munkájának az eredményét is tesztelni fogja. Tudnélik azt, hogy az illető hitoktató kolléga, vagy akár jó magam is, mennyire tudtuk a gyermekekkel mostanig megszerettetni azt a tantárgyat, amit tanítottunk. A tervek szerint az iskolákban bevezetnék az etika és társadalomkultúra nevű tantárgyat, amely ugyanúgy kötelező lenne, mint eddig a hittan. Hőseikre emlékeztek a besztercei magyarok, 2015-ben is folytatódik a Varrókör Csíkban. Nézzük a híradó további témáit. Beszterce fekete vasárnapja, a 400 éve történt mészárlásra emlékeztek a Szórvány településen. Viseletvarrás Csíkban, hímeznek, átalakítanak, felújítanak és egymástól tanulnak a varrókör résztvevői. A szemétügy lesz a holnapi Marosvásárhelyi tanácsülés legforróbb témája. A segesváriak a prefektus közvetítésével ismét befogadják hulladéktárolójukba a vásárhelyiek által termelt szemetet. Az viszont továbbra is kérdés, hogy hogyan fogja ellátni feladatait a csőd szélére sodródott köztisztasági vállalat. Üresen állnak a szemetes konténerek a marosvásárhelyi lakótelepeken. 9 napja még kupacokban állt a hulladék a kukák körül. A csőd szélére sodródott köztisztasági vállalat azóta úrrá lett a káoszon és rendszeresen elszállítja a hulladékot. Igaz, egy már lezárt szeméttelep mellé halmozza fel a hulladékot. A segesvári szemétlerakó ugyanis egy ideje már nem fogadja a marosvásárhelyiek szemetét. A marosvásárhelyi és a segesvári polgármesteri hivatal között Maros megye prefektusa is megpróbált közvetíteni. Jelenleg Segesváron van az egyetlen engedéllyel rendelkező szeméttelep Maros megyében. Tudomásom szerint rendeződött a helyzet, most az következik, hogy a két város mihamarabb kösse meg a szerződést, annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi hulladékot törvényesen lehessen tárolni Segesváron. Maros megyének van egy EU-konform hulladéktározója Kerelőszentpálon. Ennek megnyitására azonban várhatóan hónapokat kell még várni.
A helyi önkormányzatnak azonban nem csak az okoz fejtörést, hogy hová kerüljön a szemét, hanem annak az összegyűjtése is. A helyi köztisztasági vállalat ugyanis a csőd szélére sodródott, egy héttel ezelőtt napokig nem szállították el a szemetet. A holnapi helyi tanácsülésen a szemétügy is szerepel a napi rendi pontok között. Az alpolgármestereket nem sikerült elérni, hogy nyilatkozzanak ez ügyben, így azt sem sikerült kideríteni, hogy pontosan milyen stratégiára gondol az önkormányzat. Idén is megemlékeztek Beszterce Fekete Vasárnapjáról, a 413 évvel ezelőtt lemészárolt székelyvárőröknek és családjaiknak adta meg újra a végtisztességet a besztercei szórványmagyarság. Az ökumenikus megemlékezés koszorúzással indult, majd felolvasták Fazekas István Fekete Vasárnap című versét, amely az 1602-es eseményekre vett szomorú fényt. 413 évvel ezelőtt, február 24-én a Besztercét ostrom alatt tartó básta német-római császári generális katonáival orvul lemészárolt több száz székely várvédőt. A besztercei magyarok 2002-ben a város központi evangélikus temetőjében állítottak emléket a hősöknek, akik 400 éve jeltelen sírban nyugszanak. Ez a tragikus történelmi esemény egyfajta jóvátétele volt, mondja Gerét Péter. Az ismeretlenségből, a névtelenségből, a jeltelenségből kiemeltük őket a hősi haláluk 400 éves évfordulóján. 2002-ben, 1602, 2002, ez csekély, 400 esztendő, kerek évszám. Nem? És akkor csodálatos összefogásról tett tanúságot a két egyház, ugyebár a besztercei magyarság képviseletében, a római katolikus és református egyház, a református és római katolikus egyház, és megszületett ez a csodálatos emlékmű. A besztercei szórványmagyarság 13 évvel ezelőtt megfogadta, hogy évről évre kijön a temetőbe, hogy megemlékezzen hőseiről. A kis besztercei magyarságnak fontosak az ilyen pillanatok, amikor össze tudunk gyűlni, és megemlékezni főképpen hőseinkről, őseinkről, és ezt valamilyen formában ugye közösen az egyházakkal meg tudjuk ejteni, és átadni a következő nemzedéknek is. Ugyebár egyházak mellett, meg politikum mellett itt volt az iskola is, a diákok, és fontos, hogy ezt, azt, amit örököltünk, tudjunk is továbbadni. A megemlékezés a résztvevők közös imájával zárult, majd Gerét Péter római katolikus főesperes plébános megszentelte a székely várvédők emlékművét. Istennek szent irgalmából nyugodjék békességben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A gyulafehérvári Caritas a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek családban tartására és fejlődésére is figyelmet fordít, hogy minél kevesebb fiatal kerüljön az utcára. Ezt a célt szolgálja a Petrozsényi Mária Stein központ. Ebédelnek a Petrozsényi Mária Stein központba délutánonként járó gyerekek. A társadalmi integrációs programban ma 52 gyerek vesz részt. A központ 2008-ban indult az utca gyerekek segítésére. Időközben rájöttek, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek a családnál maradjanak. Az első kérdés az volt, hogy hát valahol egy házat létesíteni az utca gyerekek számára, egy menedéket, és később ez alakult. Nem az utca gyerekeknek kell, hanem a családban szegény körülmények között felnővő gyermekeknek, hogy ők fejlődjenek, alakuljanak, és akkor a család is fejlődik, a család is alakul. A 11 éves Darinka 4 éve jár a központba. Szívesen kézi munkázik, de barátokat is szerzett a délutáni tevékenységek során. Játszunk, különböző tevékenységeken veszünk részt, házi feladatot írunk, ebédelünk, nyáron kint vagyunk vagy kirándulunk, kézi munkázunk, és ha úgy gyerekek jönnek, barátkozunk. Ezek a gyerekek hátrányos helyzetű családokból származnak, gyakran kimaradnak az iskolából vagy gyengén teljesítenek. A központban segítenek nekik az iskolai feladatok elvégzésében és a felzárkózásban, odafigyelnek fizikai és lelki fejlődésükre. Megmagyarázzuk nekik, milyen fontosak az étkezések, az egészséges táplálkozás, és nagyon sok személyiségfejlesztő tevékenységet végzünk, játékokkal, meseterápiával, hogy az optimális fejlődésüket elősegítsük. A központban dolgozók a családokkal való kommunikációt is fontosnak tartják. Havonta tartanak szemináriumokat a szülőknek, de otthoni és iskolai látogatásokat is tesznek, hogy minél hatékonyabban segíthessenek.
2015-ben is folytatódik a viseletvarrást, hímzést, átalakítást és felújítást, valamint a népviselettel kapcsolatos ismeretek bővítését célzó program. Régi szekrények alja, ládafiák mélye, rokonság elbeszélése az, ami színesíti és megmutatja valójában, milyen az igazi székely népviselet. Régi téli esték hangulata elevenítődik meg hétfőnként Csíkszeredában, amikor népviseletvarró foglalkozásra gyűlnek össze a lányok és az asszonyok. Gyakorlatilag ez a foglalkozás sorozat úgy zajlik, hogy egymást segítjük. Minek után rájöttünk arra, hogy valójában nagyon konkrétan a környéken nincs, aki egész pontosan meg tudja mondani, hogy most mi az irány, mit kellene, az iránymutatás, tehát nincsen szakkönyv erre, vannak gyűjtések, azokat lehet alapul használni, de olyan szakember, aki ezt kizárólag is pontosan meg tudja mondani, nincsen. Igényes, színes, egyedi népviseletek kerülnek elő hétről hétre, és kerülnek bemutatásra a viseletvaró foglalkozáson. Az érdeklődés egy felfelé mutató igényt mutat. A résztvevők közül vannak olyan asszonyok, akik gyakorlottak a népviselet varázsban, és hétről hétre bemutatják, hogy milyen darab készült. Ők képezik a foglalkozás alapját. Volt valami tapasztalatom a varázsból, de nagyon sok újat tanultam itt is, és ösztönző ez, mert megbeszéljük, megmutatjuk egymásnak, hogy mit is készítettünk, mintákat cserélünk, tapasztaltad, ez egy nagyon jó dolog számomra. A kezdők tanulni akarnak arról, hogy milyen az eredeti, az igazi népviselet, és azt meg is szeretnék varni gyerekeiknek, unokáiknak. Több szakembert is alkalmaz idén a Kovászna megyei tanács mozgássérültek szállítására alkalmas taxi közlekedik Székelyudvarhelyen. Nézzük a rövid híreket. Két napja lehet iratkozni az előkészítő osztályokba, eddig országos szinten több mint 44 ezer iratcsomót regisztráltak az iskolák. Az első szakasz március 13-án zárul, azt követően a megmaradt helyekre március 24-e és április 3-a között lehet jelentkezni. Kötelesek céget alapítani azok a gazdák, akik 5000 eurónál több támogatást kapnak. Ezzel Románia is bevezeti az aktív gazda fogalmát, amely egy uniós rendelkezés hazai törvénykezésbe való átültetését jelenti. Idén májusig kellett volna vállalkozást létrehozzanak az érintettek, de a határidőt egy évvel kitolták. Több szakembert is alkalmaz idén a Kovászna megyei tanács. Közgazdászt, mérnököt, jogászt egyaránt keresnek. Fiatal és tapasztalattal rendelkező szakember is jelentkezhet a különböző állásokra, áll az önkormányzat közleményében. Az álláshirdetések pontos leírása megtalálható a www.kvmt.ro honlapon. A megszokott módon idén is elkezdődik a gazdafórumok sorozata Gyergyószentmiklóson. A polgármesteri hivatal által szervezett rendezvényre holnap 18 órai kezdettel kerül sor az önkormányzat tanács termében. A megbeszélésnek több fontos témája van, többek között a legeltetési szabályzat, a vadkárok ügye, támogatási lehetőségek, valamint állategészségügyi kérdések. Lezárult Gyergyószentmiklóson az uniós élelmiszer segélyek kiosztása. Az elmúlt 4 hétben összesen 2189 jogosult személy vett át segélyt. A megmaradt csomagokat elszállítják olyan városokba, ahol a pótlistán lévők még nem kaptak támogatást. Mozgássérültek szállítására alkalmas taxi közlekedik Székelyudvarhelyen. Kelemen András, az autó tulajdonosa azt mondja, az igény hívta életre a járművet. A Székely kisvárosban jelenleg 25 ember használ kerekes széket. Eltiltottak és pénzbírsággal sújtottak 3 kosárlabdázót, sporttal folytatjuk a híradót. A svédországi Falunban a női 10 kilométeres szabad stílusú versennyel folytatódott az északi sívilágbajnokság. Az aranyérmet a svéd Charlotte Kalla szerezte meg 2 amerikai előtt. A nagy esélyes norvégok ezúttal csak a Vert mezőnyben végeztek, legjobbjuk is csak a 22. helyezett lett. A magyar színekben versenyző csíkszeredai Szőcsemőke a 62. helyen végzett.
Három kosárlabdázót tiltott el és sújtott pénzbírsággal a Román Kosárlabda Szövetség. Az Energia Rovinár Nagyváradi VSK bajnoki mérkőzésen a két csapat játékosai másfél perccel a találkozó vége előtt dulakodni kezdtek, és kisebb verekedés tört ki. A fegyelmi bizottság egy fordulóra eltiltotta és 600 euróra büntette a nagyváradiak játékosát, Szubotićt. Pántićt is szintén egy fordulóra eltiltotta, de ő csak 300 eurós pénzbüntetést kapott. Az oltján csapat görög játékosa Gliniadakis is egy mérkőzést kénytelen kihagyni, és 500 eurós pénzbírságot is kell fizessen. A találkozót az Energia Rovinár nyerte 89-74-re. Magyarországon játszik barátságos mérkőzéseket a romániai ifjúsági teremfoci válogatott. Az U21-es csapatot Kacsó Endre, a marosvásárhelyi Citias edzője irányítja. Csengeren játszik barátságos mérkőzést a magyar és román ifi teremfoci válogatott. Kacsó Endre szövetségi kapitány három marosvásárhelyi, két székelyudvarhelyi és egy sepsiszentgyörgyi, illetve egy segesvári fiatalt is behívott a válogatottba. Meglátása szerint a válogatottnak több időt kellene együtt készülnie. A legnagyobb baj az, hogy két edzésen nem nagyon lehet mit dolgozni velük a fiatal ifikkel. Jó, remélem, hogy csinálunk egy jó meccset, mert a magyar válogatott egy jó csapat. Persze a volt edzőnk is, ő az edző a magyar válogatottnál, Szitó Rivéla, és remélem, hogy legalább egy meccset nyerünk meg kettőben. Hozzátette, reméli, a jövőben a szövetség több edzőtábort szervez, és több alkalommal tudnak majd együtt készülni a fiatalok, hisz a jövő az övéké. A tervek szerint a magyarok ellen egy visszavágó mérkőzést Nagybányán is tartanak majd. Ez volt a híradó, mutatjuk a csütörtöki időjárás és hójelentést, viszontlátásra! Jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a székely síparadicsom.